Szent István munkásságát méltatni gyűltek össze Sárospatak lakói és a Borsodabói Zemplén megyei önkormányzat vendégei a Rákóczi várba. Az esemény rangját emelte, hogy a Szent Korona másolata jelenlétében kezdődhetett a program. A város számára kettős ünnep augusztus 20-a, hiszen ezen a napon nyerte vissza egykoron a bodrogparti Atén a városi rangot, mondta köszöntőiben Aros János. Minden idők legnagyobb magyarját tiszteljük. Ő volt az a király, ő volt az a szent, aki egyház és nemzet építőként tudatosította a magyarokban és az akkori Európában, hogy adottságai, teljesítménye és szellemi gazdagsága tekintetében a magyarok helye a legrangosabb nemzetek között van. Ez a kiváltságos helyzet pedig nem csak hitet jelent, hanem azt is, hogy Magyarországnak küldetése, felelőssége, és ezáltal, ami a legfontosabb, nem csak múltja és jelenje, hanem jövője is van. Török Dezső, a Borsodabói Zemplén megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg az ünnepi közgyűlést. Emlékeztetett rá, hogy jöhetett török, tatár, német, orosz, részekre szakadhatott az ország, de augusztus 20-án minden évben megünnepeltük országalapító királyunkat. Célunk nem lehet más, mint István király intelmeit megfogadva, a kor szellemének megfelelően értelmezve, hogy egy modern, európai Magyarországot építsünk. Nagy munka áll előttünk. Ehhez minden magyarra, igaz hazafira szükségünk van. Fogjunk össze Sárospatakért, Borsodabói Zemplén megyéért, Magyarországért. A Magyar Koronaőrök Egyesülete gyűjtést tartott a nemzeti ünnepen a kárpátaljai magyarság megsegítésére. Az adományt a Szent Erzsébet Történelmi Társaságnak adták át azzal, hogy juttassa el a rászoruló magyaroknak az összegyűlt összeget. Patak ezzel a gesztussal is bizonyította történelmi nagyságát, ahogy azt tette az eltelt korok során is, mondta az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Dr. Répási Róbert hangsúlyozta, Magyarország ma is Szent István államalapító művén nyugszik, és újra gyarapszik. Gondoljanak csak a magyar állampolgárság kiterjesztésére a külhoni magyarokra, micsoda szégyenletes kampányt folytatott az akkori kormány a hatalán túli magyarok ellen. Pedig mindannyian tudjuk, érezzük, hogy az azóta megszületett honosítási törvény korszakhatárt jelentett a Trianon utáni Magyarország életében. Mert Szent István országa nincs többé, de Szent István állama 700 ezer új állampolgárral gyarapodott, és napról napra, hétről hétre újabb honfitársaink erősítik meg a köteléküket az anyaországgal. A beszédeket követően a régi hagyományoknak megfelelően a történelmi egyházak jelenlévő képviselői megáldották az új kenyeret. Az ünnepi közgyűlés keretében kitüntető díjakat adtak át. A megyei önkormányzat Rákóczi láncát 2015-ben dr. Bende Sándor osztályvezető főorvosnak adományozták. Halaszthatatlan elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni a kitüntetést az október 23-ai ünnepségen beszélt. Ezt követően Aros János adta át Sárospatakváros díjait. Ró Urbe emlékérmet távollétében egy későbbi időpontban veszi át dr. Sándor József, volt pataki diák. Közszolgálatért díjban részesült a nyugállományban vonuló dr. Mészáros Kálmán házi orvos. Szent Erzsébe díjban részesült a Sárospataki Kivaniszt női klub. Bálint Béla vehette át a Pécsváradi Botond közéleti díjat. Koméniusz emlékéremben részesült Lendvainé Szendrei Ágnes, Kassa László és Remecki Imre. Pedagógus szolgálati emlékérmet vehetett át Rák Miklósné. Szabó Károly díjban részesült Belice János. Sárospatak ifjú géniusza díjat idén a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Fuvola zenekara kapta meg. A munkahelyteremtést, megtartást is elismeri a város. Oklevélben részesült a Sárospataki Szikvíz üzem, a Sárgépszer Alkatrészgyártó és Kereskedelmi Kft., valamint a Bosch 2006 Hungária Kft.